Egy mosókonyhában jól kitaláltam én azt, hogy mi lesz, azt, hogy majd mi lesz. Lent párás háztető, 10 évvel ezelőtt. Egy mosókonyhában, szükséglakásban, éjszaka volt, sötét. Utcáról kaptam a fény, de én tisztán láttam ott, minden megvilágosodott. Magamat láttam, 10 év múlva itt. Hallottam ezt, a mostani dal hangjait. És attól féltem, nehogy majd ez legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. És attól féltem, nehogy majd így legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Egy mosókonyhában már kitaláltam én azt, hogy mi lesz. A jövő kértem én, hogy bármit is akar, ne, ne ez legyen a dal. Egy mosókonyhából neki a világnak, mindegy az, hogy mi lesz, az, hogy majd mi lesz, csak ne ez a dal legyen, túl-túl az éveken. Magamat láttam 10 év múlva itt. Hallottam ezt, a mostani dal hangjait. És attól féltem, nehogy majd ez legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. És attól féltem, nehogy majd így legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Középen ül Ölveszki Gábor, kiváló grafikus, öreg indián, Tamás régi barátja. Az első kérdésem az, hogyan ismerted meg Tamás? Közel. Hallatszik? Hallatszik. Az igazság az, hogy a belevaló nem személyes, hanem egyáltalán ismerettségem az 50 éves idén. 1968-ban, amikor otthon feküdtem deréki gipszben egy foci baleset után, anyukám, aki tudta, hogy én mennyire rajongok az indiánokért, hozott egy képes újságot haza hozzánk, aminek a címlapján egy táncoló indián vert egy dobot. Belül volt egy nagy cikk, ez volt az első cikk a bakonyi indiánokról, amit én láttam. Ott már szerepelt Tamás. Aztán én jóval később kerültem ebbe bele, akkor már ismertem, meg voltak lemezei, ismertem a bakonyi indiának a történetét, és aztán ott találkoztam vele egyszer, mikor egy másik alkalommal lementem, és azt nem mondom, hogy mi voltunk a legjobb barátok, ezt ilyenkor el szokták mondani, hogy hú, hát aztán hozzám közelebb nem állt senki.
jóba voltunk, mint ahogy mindenkivel igyekezett jóba lenni, akivel összekötötte ez a közös játék, amit ő 18 évesen frissen érettségizett fiatal emberként alapított. 1961-ben kinéztek maguknak néhányan egy forrásokban és erdőben gazdag területet a Bakonyba, és elmentek oda játszani. Felállították az akkor még katonai sátrakat, és a farmer nadrágjukra függönyrojtot vartak, és a mokaszín, illetve a tornacipőt befestették mokaszínszerűnek. Ezzel indult ez a játék, és ez aztán kinőtte magát azzá, ami mai napság is van. Igazán túlélte őt is, hiszen lassan 10 éve, hogy nincsen köztünk, és most már több nemzedék jár oda Tamásnak, vagy Füst a szemében főnöknek a gyerekei is, őt az egyik unokája is.